Nem csak vízilabdával, de az élet egyéb fontos dolgaival kapcsolatban is érdemes odafigyelni arra, amit Faragó Tamás mond. Az olimpiai világ és Európa bajnok legenda Győrben a fiatalok edzését figyelte, a játékosok vezetők pedig nyitottak voltak a segítő szándékra, a legenda véleményére. A cél ugyanis egy, minél többen ismerjék meg és válasszák a városban azt a sportágat, amely 9 olimpiai bajnoki címmel büszkélkedhet. Olyan környezetet teremt, amire szívesen lejönnek az emberek. Azért nyáron, hogyha süt a nap, meg kék a víz, meg sárga a labda, meg még esetleg a kellemes környezetben a gyerekek itt jól érzik magukat, akkor mindenképpen ez biztosítható. És én azt gondolom, hogy miután az én filozófiám a rendszeresség, az lényegesen hatékonyabb a módszerességnél, ha rá tudjuk venni a gyerekeket, hogy gyertek le nap, mint nap az uszodába, akkor lehet fejlődni. Az én időben volt egy olyan gondolat, hogy úgynevezett babelmélet. A babelmélet azt jelentette, hogy ha a babot beteszed a, nem tudom, valóba ázni, akkor minél többet ázik, annál puhább. Na most ugyanez érvényes egy vízilabdázó, hogyha teszed reggel a gyereket a vízbe, a medencébe, és este kiveszed, biztos, ha nem csinál semmit, mint egy medúza csak ott egy helyben áll, akkor is sokat fejlődhetne. Én azt hiszem, ez lenne a legfontosabb, és az természetesen, hogy mondjuk szerencsére itt az edzői gárda minőséget képvisel, és az edzői gárda sok mindenben tudna segíteni, egyrészt a hangulatot, másrészt pedig a technikai és a taktikai tudást is tudnák fejleszteni. Faragó Tamás néhány hete a Pólósok Pólósa cím büszke birtokosa, hiszen az egykori vízilabdázókból, szakemberekből álló bizottság őt választotta minden idők legjobb magyarjának ebben a sportágban. Faragó Gyarmati Dezsőt és Kásás Tamást, valamint Benedek Tibort előzte meg. Montreal olimpiai bajnoka azt mondja, szükség van a vidéki bázisokra ahhoz, hogy a magyar vízilabda az elithez tartozzon továbbra is. A győri VSE felnőtt csapatot ugyan még nem indít egyik bajnokságban sem, de az utánpótlásban szép eredményeket ér el. Utánpótlásunk az idei év végére felépül az, hogy teljes spektrumában tudunk versenyezni, hiszen azért a lányoknál is és a fiúknál is, most már gyermekserdülő és ifikorban is országos bajnokságban méretjük meg a gyerekeket. Fiatalabbakat, azokat a regionális szinten versenyeztetjük továbbra is, és elég szép létszámok vannak. Hogyha nem tudunk egy olyan perspektívát mutatni a gyerekeknek, hogy sportpályafutását hol folytathatja tovább, akkor óhatatlanul bekövetkezik az, hogy eligazolnak a játékosok innét. Ilyen játékos a 18 éves Pőce Panna is, aki kettős igazolással eddig is játszott a Ferencváros felnőtt, illetve a Győr korosztályos csapatában, most azonban végleg a fővárosi klubhoz kerül. A győri VSE jelenleg nevelőegyesület, de idővel felnőtt csapata is lehet. Ha nagyot álmodnék, akkor most azt vágnám rá, hogy a könnyebbség, ez főleg talán anyagi könnyebbség, egy női elsőosztályi csapatot, hogyha meg lehetne honosítani Győrbe, amire már volt példa, tehát ez nem egy új ötlet lenne, hanem csak egy megismétlés, és annak a utánpótlását tudnánk helyi lányokkal feltölteni, akkor az szerintem mindenféleképpen már egy nagyon nagy dicsőség lenne. A klubnál jelenleg több mint 100 gyerek edz rendszeresen. A versenyek egyelőre a Vízilabda Szövetség által szervezett nyári kupákra korlátozódnak. A bajnoki küzdelmek szeptemberben kezdődnek.